A turnébuszban élek folyton úton, ismernek a kultot. Szép napot kívánok nektek, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. December 30-át írunk, vagyis az év utolsó Abszolút turnébusz forgatása, és nem más kísérünk el, mint Esemet, aki Miskolcon fog fellépni. Úgyhogy nézzük meg, hogy mekkora buli lesz. Boros Tamás ismertebb nevén Essen, magyar rapper, előadó művész. Azon kevés előadók közé tartozik, akik underground körökből való kitörésük óta is stabilan ugyanolyan népszerűségnek örvendenek, mint anno a kezdetek kezdetén. 2005 óta aktívan fellép és saját kiadója gondozásában számos sikeres albumot és szólódalt tudhat maga mögött, amelyek minden esetben a YouTube felkapottság mellett több milliós vagy éppen több 10 milliós megtekintésig meneteltek el. De hogy hogyan is csinál meg Tomi éves szinten közel 200 fellépést? A turnébusz mai adásából kiderül. Hölgyek, urak, rá is fordultunk az M3-asra, és Miskolc felé megyünk, ahogy azt említettem már korábban. Nagyon sokan írtátok, úgyhogy most itt vagyunk, SM-nek a turnéautójába pontosan. Hát milyen bulira számítasz ma, Tomi? Először is üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt vagytok. Most egy kicsit csökkentett módban vagyunk, ugye mondtuk, meg beszéltük, hogy ez most már a 6. napon a 7. buli lesz. Úgyhogy most kicsit visszafogottan, de megyünk és jó lesz. Tehát a buli hangulatán, illetve a buli rovására ez nem fog menni. Erős lesz, egy Superstars buli keretein belül megyünk Miskolcra, a, mint mondtam, nem tudom kimondani milyen arénába. Generáli. Igen. Rengeteg fellépő lesz. És hogy bírod amúgy ezt a sok utazást? Tehát te is mondtad, nézem az Instádat, egészen elképesztő, hogy mennyi bulid van talán magyar viszonylatban. Lehet, hogy a legtöbb bulit te csináltad meg idén, vagy akár tavaly is. A sok utazás, a sok óra a kocsiban, azt mivel ütöd el? Mit csinálsz ilyenkor, miközben mész fellépni? Az, hogy nekem volt a legtöbb fellépés, azt nem tudom, de biztos, hogy sok, aminek örülök is, viszont ez nagyon változott. Tehát ez már annyira menetrendszer intéz az egész, annyira nem készülünk rá olyan értelemben, hogy jaj, most utazok, jaj, most nem, táskába be a cuccokat, be az autóba, figyelj, vagy szöveget írtam, vagy itt hátul, egész nyáron itt feküdtem általában, most mi ülünk. Egy párnával, egy ilyen nyakmerevítővel, vagy mi az nem nyakmerevítővel, ilyen nyakpárnával, és nyomtam a telefont, hogy írtam a szöveget, vagy fülesbe hallgattam a zenét, vagy aludtam. Mik a favorit városok, vagy települések, vagy klubok akár, ahol van, nagyon szeretsz visszamenni, nagyon jó mindig a közönség, nagyon jó a hangulat, és akár mondjuk a nagy utazás ellenére is szeretsz oda menni. Szerintem konkrétan te már bejártál Magyarországon mindent, nem? És ezt most túlzás nélkül mondhatjuk. Biztos, hogy vannak olyan községek és faluk. Ott várj, ott nincs is klub, lehet. Ahol még nem voltam, de én azt gondolom, hogy igen, azért szinte mindenhol. Persze vannak olyan városok, amik kedvencek valami miatt, emlékek miatt, hangulat miatt, kötődés miatt, ilyen Tatabánya, Miskolc, Nyíregyháza, de egyébként most kiindulva a tegnapiból, és annak ellenére, hogy nem voltam sokszor Debrecenben, szerintem az is most bekerült. Megkísérlem a lehetetlent, én egyébként azt tudom rólad, hogy soha nem árultad el, de hát, ha itt a turnébuszba elfogod. Nem. Miért az a nevem? Miért az a nevet, hogy Essem? Adjál már. Vagy kiraksz a kocsiba, ezt akartam mondani, feltözöm ezt a kérdést, kiraksz. Jó, nem tudtuk meg, sajnálom. Hiába írtatok sokan, nem tudtuk meg. Viszont megyünk Miskolcra! Jééé! Yeah. 12 méter mélyen vagyok, mégis minden évben az égben a dalok. Soha nem lesz vége, majd ha meghalok, soha nem csinálok belőlem rabot. 12 méter mélyen vagyok. Kutásom kettő, nem veszem befordítva a pólót. Akkor nem lesz szerencsét. Megmutatom, hogy egy fellépésnek mi a fő lényeges alapja. Egy jó parfüm. Abból is sok. És minimum 2 telefon. Bármi történik. Egyébként mindegyikre van évek óta némítva. Amit meg
megtettem. Megdolgoztam mindenért és én nem elvettem. Magamtól megyek el innen, ha el kell mennem. És nem azért, mert nem akarnak látni egy-ketten. Csak is magam miatt tettem, amit megtettem. Megdolgoztam mindenért és én nem elvettem. Magamtól megyek el innen, ha el kell mennem. És nem azért, mert nem akarnak látni. Hát Tomikám, az év utolsó bulija, szerintem mondhatjuk, hogy elég faszán sikerült. Hogy érezted a színpadon magadat? A színpadon nagyon jól éreztem magamat, és remélem, hogy a közönség is jól érezte magát. És pontos mondtam vele a Gyurinak, hogy egy elég komoly évet, kicsit cink lett volna lezárni egy rossz bulival, de hát ezt láttad, hogy mi volt. Ez elképesztő volt, tényleg. Ez nem miattam volt jó, ez a szervezés miatt volt, nagyon nagy jó neveket hívtak ide. Egységesen ez egy brutális nagy szervezés. Úgyhogy azt mondom, hogy utolsó fellépésnek az évben ez ennél szerintem egy fellépés akar komolyabbat. Ezért nyilván te is hozzátettél ehhez a repertoárhoz. Egyértelmű, mivel itt voltam a fellépő között, igen, de azt mondom, hogy ez sok ember kellett. Na azt mondd el nekem, azt autóban már fejtegettük, csak akkor ugye nem forgott a kamera, hogy azt mondtad, hogy régen olyan volt-e, hogy ott maradt-e a helyszíneken esetleg, most pedig azt mondtad, hogy ezt már nagyon munkaként fogod fel, és inkább már inkább mész a következőre, készülsz a következőre. Nem vagy ez a nagy afterezős. Nem mondtam, hogy készülök a következőre, mert amíg ott nem vagyok az adott helyszínen, addig én csak ott vagyok fejbe. Majd amikor lejövök a színpadról, és hazaérek és felkelek, akkor ráérek gondolkozni a következőn, itt nem erről van szó, illetve nem ezt mondtam, hanem hogy régen volt olyan, hogy 200 km vagy 150 km táblatában, ha egymást követő nap van két felé, és akkor ott maradunk, de ezt már nem engedhetjük meg magunknak idő miatt, magánéleti dolgok miatt, állattartás miatt, és stb. Mit csinálsz egyébként ilyenkor általában a koncertek után, mondjuk, hogy kell elképzelni a színpad után 5 percet? Hogy képzeljék el a rajongók vagy a nézők, akik most itt kíváncsiak erre? A fellépés után 5 perc? Abszolút, a fellépés után 5 perc. Én láttam, hogy mi történik, de hogy te hogyan éled meg? Nagyon egyszerű, bemegyek, ahova tudok és átöltözök, mert általában ilyenkor ilyen két liter víz kijön belőlem, és akkor átöltözök és beülök az autóba és megyek haza. Persze, hogyha van rá lehetőség, akkor fotózkodunk, egy kis közönség, ápolás, találkozás, fotózgatás, dedikálás. És most fellépés utáni 5 percben veled beszélgetek. Ez is igaz, viszont fellépés előtt mit csinálsz, mennyire izgulsz egyáltalán? Ennyi év után lehet már izgulni? Ennyi fellépés után? Szerintem fél év után nem izgul az ember. Most már több mint 10 éve egyébként a pályán vagy, és folyamatosan aktívan fellépsz, és nem is kevés bulid van. Mi lehet az SM titok szerinted? Van ilyen? Ez sem titok, bevezető. 1988, Kapuvár. Megszületett Boros Tamás. Na, tehát, hogy most nincs recept. Valaki tegnap csinál egy zenét, és ma itt van köztünk. Nem, most nem személyes kedvek, nem tudom, csak mondok példát. Vagy valaki 10 évvel ezelőtt csinált valami maradandót, és most itt van köztünk. Vagy itt vagyok én? Na, mindegy. Úgyhogy ennek nincs... Akkor a hosszú távban hiszel egyértelműen, a hosszú távú munkában. Egyébként amúgy én is ilyen vagyok, tehát én is inkább a hosszú távot figyelem, mint sem most egy-egy periódus. Tehát valamire az életedet, akkor nyilván nem egy hónapig akarod csinálni. Tehát ez minden előadónak egy összekulcsolhatja kezét, hogy minél tovább megy. Szerintem kevés van egyébként, aki nagyon régóta megy, de nálam... Sokkal régebb óta űzik ezt, és nem sokkal régebb óta járnak fellépők az országban, de igen, elment 10 év. Baszki! Anélkül, hogy itt a magánéletedben elkezdenék válkálni, mert nem arra irányul a kérdés, viszont nyilvánvalóan azért rengeteg rajongó lány régen is betalált. Hogyan kezelted akár a rajongókkal a kapcsolatot? Hát a rajongó lányokkal. Te neked milyen a viszonyod, vagy egyáltalán tényleg ez a bugyidobálás a színpadra amúgy még aktív? De nekem sosem volt egy aktív, értem, nem dobtak fel bugyit a színpadon, nem tudtam, hol élsz. Én még egy Elvis Presley koncerten még azt mondom, oké, de itt nálunk sajnos nem történt ez meg, viszont, hogy mondjam, tehát tudatosan és szem előtt tartva ezt az egész produkciót, mindent, ami körülveszi előtt és utána, nincs különbség, nem tehetsz különbséget. Végezetül itt tényleg itt az utolsó, év utolsó bulija, év utolsó turnébusza. Milyen év lesz neked a 2020? Te mit jósolsz magadnak, vagy mik a tervek? Engem nem érdekel a jövő év még, hát én most még ebben az évben vagyok, egy nap múlva szilveszter. Jó sok időd van! Itt most rajtadok keresztül szeretném megköszönni mindenkinek, aki esetleg azok közül nézi a műsort, akik ott voltak ebben az évben bármelyik fellépésemen, hogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek bármelyik eseményre, és támogattátok a jelenlétetekkel a fellépést. Egy nagyon komoly
egy nagyon komoly évem. Várjál, az emberemet nézd meg, vedd fel! Na, oda rá van írva, hogy milyen volt ez az év, szóval komoly. Nagyon, kicsit fáradt. Nagyon kemény év volt, és ez nem siránkozás miatt, ezt köszönjük szépen, illetve köszönöm szépen. Nagyon kemény volt. És nagyon köszönjük neked, Tomi, hogy eljöhettünk és elkísérhettünk, még nagyon sok aktív évet kívánunk. Nektek pedig, hogy nézzetek legközelebb is, szevasztok, köszi, hogy néztetek. Szevasztok.